a mustármag csírázását fogjuk végignézni, ennek a folyamatát. Ezt bárki megcsinálhatja mustármaggal. 4 nap alatt ilyen szépen kizöldülnek a szemek, és ezt egy kicsit meg is tudjuk nézni ennek a folyamatát, hogy hogyan történik. Néhányat kiszedtünk a magok közül, és itt az elsőnél lehet látni, ahogy a szemekből a csíranövény fejlődésnek indul. Először a gyököcske bújik ki, aztán a gyököcske a föld nehézségi ereje miatt lefele nő, és felemeli a sziklevelet a talaj fölé, azután megjelennek az első lomblevelek, ezek a szép zöld és lila hátú levelek, sőt, azt is lehet nagyon szépen látni néhány csíranövénykén, hogy megjelennek a gyökérszőrök nagyon finom hálózatban. Akkor, hogyha ezeket a csíranövényeket mozgatjuk egy kicsit, akkor lehet látni, hogy a föld nehézségi ereje miatt a gyökérre hatást gyakorol, és a föld nehézségi, a föld középpontja felé indul lefelé a gyökér. Mivel a föld nehézségi ereje okozza ezt a változást, ezért ezt pozitívnak tekintjük, ezt a növényi mozgást, és mivel a föld nehézségi ereje az ingere, ezért pozitív geotropizmusnak, ez egy helyzetváltoztató mozgás. Ugyanezt láthatjuk ezeken a növénykéken, hogyha egy oldalról világítjuk meg a fejlődésük során, akkor mindegyik a fény felé fog nőni. Ezt a jelenséget pozitív fototropizmusnak nevezzük. Ezt 4 nap alatt már a növény mutatja ezt a jelenséget.